Bodajk, a legősibb kegyhelyünk. Mondák, egész sora kapcsolódik ehhez a misztikus környezethez. Mesélik, hogy Szent István király Imre herceggel gyakran járt itt, de megfordult errefelé Szent Gellért püspök is. Az ezer éve emelt bodajki kápolnát keresztes lovagok gondozták egészen a török időkig. Az 1700-as években a kapucinosok egy pompás barokk templomot építettek a kápolna romjain. Évszázadok óta járnak ide zarándokok, segítő Szűz Máriához könyörögve. A csodálatos gyógyulások története összeforrt a templom krónikájával. A felújított, régi fényében tündöklő kegyhely minden zugát évezredünk történelme lengibe. Az ősi falak között egy fiatal plébános teljesít szolgálatot, immár 10 éve. Szüksége van az embernek a feltöltődésre, a kikapcsolódásra, és zenész családból származom, nagyszüleim, dédszüleim között zenészek voltak, és valahol nekem is a zene egy olyan feltöltődést ad, kikapcsolódást, örömet, amit az orgona zenében találtam meg, és találok meg, és elkísérte az életemet jó orgonálni, jó zenélni, és jó élvezni, és a játék a dallamon keresztül találkozni Istennek a csodájával. Az ember a zenéjével tud kommunikálni, örömet szerezni a másiknak. Amikor jön egy csoport, jönnek hozzánk vendégek, mindig eljutunk a hangszerig, és jó érezni, hogy a másik szívében is öröm keletkezik akkor, ha meghallja az orgona gyönyörű, csodálatos hangját. Mert ugye előfordul ilyen, hogy a bodajkra tévedő, vagy az ide zarándokló embereknek orgonál a plébános? Független attól, hogy vallási csoport jön, vagy éppen egy nyugdíjas klub, vagy egy világi civil egyesület szervez ide egy túrát, kirándulást, az orgon az valahogy mindig belekerül abba, hogy ha meghallgatják a templom ismertetőt, a kegyhely ismertetőt, és utána felkínálom a lehetőségét, hogy kicsit zenélnék nekik. Milyen plébánosnak lenni bodajkon? Óriási felelősség, mert egy olyan múltat kap az ember, amelyhez fel kell nőni lelkileg, szellemileg. Én az előző 10 év alatt egy hatalmas felújításba csöppentem bele. Talán mondhatjuk, hogy az ember küldetést kapott arra, hogy egy ősik egy helyet, amelyhez 50 éve a tetőn kívül és a belső falak festésén kívül nem nyúltak hozzá, meg kell újítani és meg kell tölteni tartalommal, és ötvözni kell a modern dolgokat a templomépítészetben, a külső építészetben, meg kellett nagyon sok mindent tanulni, és most annak van itt az ideje, hogy ezt lelki tartalommal is megtöltsük. Az ország legősibb kegyhelyén vagyunk. Amikor belépnek a segítő szűzanya kegyhelyére, kegytemplomába az emberek, Mária kegyképe fogadja őket, a segítő szűzanya kegyképe. Nagy bajban, nehézségben az ember megnyílik az Isten felé, talán őszintébbé válik, elmondja a hibáit, nehézségeit és azokat a kéréseket, amelyek ezen a helyen meghallgatásra találtak. Több mint 380 csodánk volt ezen a kegyhelyen. Olyan csodák, amelyekben Isten bizonyította azt a szeretetét, hogy a bajban lévő embert meghallgatja. És úgy érzem, hogy mind a mai napig ennek a helynek a különlegessége adja azt a lehetőséget, hogy az ember megérzi ezen a helyen az Isten valahogy különlegesebb módon, teljesebb módon meghallgat bennünket, és ennek bizonyítékai lehetnek ezek a csodák. Minden Mária kegyhelyen úgynevezett offerek, votívtárgyak, hálaajándékok tanúskodnak. Itt nálunk is a vitrínben láthatóak ezek a hálaajándékok. Olyan kis ékszerek, amelyek egyes gyógyulások után készültek, mint egy megköszönve Istennek azt a csodát, amelyben részesültek. A gyermekáldás ajándékát, a pólyásbaba, a láb, kéz, a bénultság, a szem a vakságból való meggyógyulás ajándéka. És ezeket a csodákat a barokkorból őrizzük, de a jelenkorban is érezzük, hogy ennek a helynek van valami különleges hatása. Minden oltárban erekjét őrzünk,
e fölött misézik a pap, itt mutatja be az áldozatot. Egy egész különleges erekjénk van. A kegyhely és az ország alapító Szent István király fej erekjének egy darabkáját adományozta Spányi Antal megyés püspök atya a kegyhely 2020. szeptember 12-i újra szentelésekor. És van még egy különleges dolog, amit szeretnék a kegyoltár mögött megmutatni. Az oltárkerülés egy régi szép hagyomány itt Bodajkon, amelyet mind a mai napig tartunk. Esküvőkkor, zarándokok érkezésekor kincseket rejt az oltár mögötti terület, többek között egy csodát, amelyben egy édesanyja vállát a halott férje megérinti, akiért eljött Bodajkra imádkozni. Az oroszlányi tekepályára jöttünk el, arra a helyre, ahol az ember a munkája után kicsit kikapcsolódik, a sporttal erősíti önmagát, és fontos az ember életében, hogy a lelki egészség mellett a testi egészségre is figyeljen, és talán találjon egy olyan sportot, amely örömet is tud adni. Gyerekkorom óta tekészhetek amatőr szinten, csak természetesen Székesfehérváron, Esztergomban, majd itt Oroszlányban. És nagyon köszönöm az oroszlányi tekéseknek, hogy ide járhatok és itt tekészhetek. Kicsit a család tagjává lettem. Amatőr versenyen gurítunk hétről hétre itt a városi versenyen, és jó érzés, hogy az ember a sportolással egy kicsit megméretteti magát, és közben pedig a testi egészségére is tud figyelni. Ha kijön a pályára, akkor hogy néznek önre? Mint plébánosra, vagy mint egy fiúra a szomszédból? Nem nagyon mondtam, és ritkán kerül szóba, hogy ki hol van, honnan van és hol dolgozik. Viszont örülök, hogy a tekés csapat, a profi tekéseket többször meg tudtam már hívni hozzánk a kegyhelyre. És talán kezd kialakulni egy olyan kapcsolat, amelyben tiszteljük egymásban azt, aki. Jó érzés azt látni, hogy az ember hivatásában is egy elfogadottságot élhet meg. Biztos különleges majd pappal találkozni. Milyen lehet egy pap, mit csinálhat, és talán pont itt a tekepályán lehet látni, hogy a pap is ember. Szüksége van azokra az emberi dolgokra, sportra, kikapcsolódásra, barátságra, amelyet megtalálhat, és én talán kicsit büszke is vagyok arra, hogy tudok úgy itt pap lenni, hogy közben ember maradok, és tudok a papságomban az emberi oldalamat is megmutatni. Az ember a sportban is át kell érje, amit az életben át kell érni, a kudarcot és a sikert is. És meg kell tanulni a sikereket is helyén kezelni és a kudarcokat is elfogadni. Valahol az élet is ilyen, és valahol az ember látja a Jóistennek azt az örömét, hogy sokszor ad sikert, de sokszor ad megtanítja arra is, hogy hogyan kell veszíteni, hogyan kell elfogadni, hogy most nem sikerült, és néha tényleg egy-egy dobáson, egy-egy fán múlik a nyereség és a veszteség. És utána is kezet kell fogni a másikkal, és azt kell mondani neki, hogy gratulálok, szebben dobtál, jobban dobtál. Az embert megtanítja a sport az életre, és valahol nekünk a hitben is ezt kell megtanítani, hogy hogyan kell normálisan élni, hogyan kell szép életet élni, és ezt az ember a sportban kicsiben önmagán is kell, hogy gyakorolja.